Sziasztok, a mai videóban megmutatom nektek, hogyan alakítottam át a hálószobámat. Lássunk is neki! Szóval ez a hálószobám, egy személyes, eléggé kicsi szoba, amit láthatjátok, de nagyon tetszik ez a kis beugró. Először a gardróbomat akartam ide rakni, de végül úgy döntöttem, hogy az irodámat fogom itt kialakítani, hiszen van is itt egy lámpa, ami szuper. A padlószőnyeg az zöld, és nem valami szép, szóval egy nagy szőnyeggel megpróbálom majd eltakarni a nagy részét. Valamint a függönynek és a függönytartónak is mennie kell. Szóval először lefestettem a falakat fehérre, mert eléggé piszkosak voltak, meg inkább már tört fehér volt. Semmi sem jó, mint frissen festett fehér falak látványa, most komolyan. Leszedtem a függönyt és a függönytartót, és vagy 10 lyuk volt a falban, nem tudom mit csináltak az előző lakók, de betöltöttem őket, és most már jól néz ki. Most már csak el kell kezdenem behozni és összeszerelni a bútorokat. A H&M-ben vettem ezt a lyutas szőnyeget, egy kicsit, meg egy nagyot. A kicsi az iroda részbe megy, a méret persze nem tökéletes, de nem baj. Szóval így néz ki, nekem nagyon tetszik, persze van ott egy kis rész, ami kilátszik, de nem zavar. Arra a részre fogom rakni a gardróbot, szóval a talaj nem lesz látható. De végül áttettem a szőnyeget a másik oldalra, szóval a jobb oldalra megy a gardrób, és a bal oldalon lesz az ágy, ami el fogja fedni a padlószőnyeget. Lesz egy kis rész, ami nem lesz lefedve, de őszintén nem bánom. Szóval az iroda részbe teszek egy fenyőasztalt, eBay-ről rendeltem, méretre vágták nekem. És ugyancsak rendeltem eBay-ről lábakat is, amiket az asztallaphoz fogok illeszteni. Persze később rájöttem, hogy kicsit oldalazva kellett volna ráillesztenem a rögzítő lemezeket, amiről nincs felvételem, de csak mondom, hogy mindenki hibázik. Nagyon jól néz ki így berakva a helyre, a bal oldalra fogok csinálni egy könyvespolcot, és mivel van egy cső a falnál, ezért van egy nagy rés az asztal és a fal között, gondoltam rá, hogy kivágok egy kis darabot az asztalból, hogy a csőnél a falhoz tudjam illeszteni, de nem akarom tönkretenni az asztalt, mert akkor is használni akarom ezt az asztalt, amikor kiköltözök, és az új helyen rosszul nézne ki, ha lenne ott egy lyuk. Szóval elkezdem összerakni az ágyat, mivel a szoba nagyon kicsi, csak egy egyszemélyes ágynak van hely. Szóval az IKEA-ból rendeltem ezt a kanapé ágyat, ami két egyszemélyes ágy egymásra rakva, szóval lehet csinálni belőle egy dupla ágyat is, meg akár kanapéként is lehet használni. Szóval jó, hogyha egy dupla ágyat szeretnék, akkor megvan rá lehetőség. Tudtam, hogy nem lesz sok hely az ágy és az asztal között, de most így látva furán néz ki.
Megnézem, hogy a szoba többi részén hogy néz neki az asztal, aztán meglátom. Szóval határozottan nem tetszik itt, nem elég magas, hogy a radiátor felé tudjam ívelni, ha értitek, mire gondolok, szóval ez nem jó így. Az ablaknál csak furán néz ki, nem tetszik. Elmozdítottam az ágyat, és nem rossz, de szerintem mindig jobb az első verzió. Nem lesz sok helye a széknek, de nem baj. Néha csak arrébb kell raknod dolgokat, hogy megnézd, mi működik és mi nem. Csak fehér ágyneműt rakok az ágyra, és később még rakok majd díszpárnát is. Szóval miután elkezdtem berakni a bútorokat, rájöttem, hogy nem annyira tetszik az összhatás, mivel fehérek a falak, világos bútorok, nagyon éjjel steril kinézete volt a szobának, úgyhogy úgy döntöttem, hogy lefestem a falakat, ugyanis Pinteresten találtam pár képet, ide fel fog nektek rakni. Teljesen más, mint amit első körben terveztem, de úgy gondoltam, hogy jó lenne egy kicsit más kipróbálni, úgyhogy elmentem a boltba és vettem új festéket. Szóval úgy döntöttem, hogy két szín lesz a szobában, ezért használok egy szintézőt, hogy tudjam, hova kell rakni a festőszalagot. Nos, egy nagyobb szintéző jobb lenne, de csak ez a kicsi van. Szóval ezt a trüffel színt és ezt a vintage farmer kék színt vettem, remélem jól fog kinézni a két szín egymás mellett. Kicsivel barnásabb színt szerettem volna, de remélem jó lesz. A szín az gyönyörű, de igazából utálom. Szép szín, de nem erre a helyre. Szóval mehetek megint a háztartási boltba újabb festékért. Van egy áruház közel hozzánk, de nem nagy választék van, és csak kétféle barna volt, ezt választottam, szerintem jó lesz. Nem fogok hazudni, ezen a ponton kicsi parázok, mert olyan a színe, mint a tudod minek. Az első réteg után így néz ki, nem rossz, remélhetőleg még két réteg, és szép lesz a végeredmény. A csövet egyértelműen le kell még festenem. Három réteg festék után így néz ki, még szárad, de nagyon tetszik a szín. Ahelyett, hogy normálisan lefestették volna a falakat az előző lakók, vagy a tulaj, sima papírt ragasztottak fel a falra, és ezért ilyen buborékos a fal, mert nem bírja el a sok festéket. Itt is láthatóak a vonalak, szörnyű munkát végeztek vele. Nagyon sok időbe és energiába tellett volna leszedni a papírt, és teljesen az alapról indulni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy így hagyom, nem az én házam, csak bérelem, szóval jó ez így.
és így néz ki a végeredmény, és igazából nagyon tetszik a szín. Ezt a gyönyörű IKEA-s lámpaernyőt teszem a helyre, ami Magyarországon is 5000 forint körül van, ami szerintem nagyon jó ár. És amikor este felkapcsolod a villanyt, akkor nagyon szépen néz ki. Szóval elkezdem lefesteni a szoba másik felét ezzel a vintage farmer kék színnel. Tudom, hogy ez egy kis szoba, és inkább világos színeket kellene használni, de kipróbálom ezt, nagyon tetszik, és nem annyira sötét, szóval jól fog kinézni szerintem. Az első réteg után így néz ki, elég szörnyen, még kell pár réteg. Persze megint látható ugyanaz a probléma a falakon, de nem baj. A radiátoron ugyanazt a színt használom, de olyan festéket, ami fémre és fára jó. Befejeztem a festést, és nagyon tetszik a végeredmény. Örülök, hogy kiléptem a komfortzónámból, és mertem színeket használni. Felraktam a függönyrudat, és ugyanazt a lámpát, amit az irodában használtam. Az ivászekrényt vettem gardróbnak, beletellett egy kis időbe, hogy összerakjam, és szerintem a fiókos szekrény hibás volt, de sikerült végül összeraknom. IKEA-ban kaphatók ezek a szekrény ajtók, az egyiket hozzá fogom illeszteni a szekrényhez. A gardrób mellé teszem ezt a tükröt, lehet majd felrakom a falra, de most egyelőre így hagyom. Szóval ugyebár vettem ezeket az ajtókat, a másik darabot fel fogom használni, hogy egy ágytámlát csináljak belőle, a mérete tökéletes. Ezt a falécet fogom használni lábaknak, először ketté vágom őket, majd ragasztóval hozzáragasztom őket az ajtóhoz. Egy-egy lyukat fúrok mindkét falécbe, és majd csavarral fogom hozzáfogni az ágyhoz.
Tudom, hogy ebben az esetben, ha dupla ágyként akarom használni az ágyat, akkor le kell szednem az ágytámlát először, de igazából nem fog nagyon gyakran megtörténni, szóval nem bánom. Ez az ágytámla inkább csak egy dekoratív darab, arra jó, hogy tartsa a párnáimat, de nem tudsz neki dőlni, mert eltörne. Van egy rés a matrac és az ágytámla között, azért, mert magasabbra akartam a támlát, de a párnák úgyis eltakarják majd. Szóval ennyi lett volna mára, ha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha szeretnétek megtekinteni a második részét ennek a videónak. És találkozunk a következő videóban. Sziasztok!